oda megyek, beütöm az Anzer Kiffe, ismered? Persze. Azt nézegetem, még a Kiffer, Kiffer, még a Sár is szereti. Kiffer képeit nézegetem, amikor Bondban voltam, egy olyan bomba kiállítás. Mások meg ettől elszomorodnak, pont egy Anzer Kiffer történet, a depresszió, jó, sötét, miket megfeldolt. Gerbe falit kell nézegetne, ő mert olyan festészet és olyan művészeti gondolkodás van benne, vagy akár egy izétől, egy Bazalictől, hát tudod, szóval hihetetlen. Azért, amit tudtak működtetni, akkor Nyugat-Németországnak hívtuk ezt az országot, de és az nagyon érdekes volt, 74-ben voltam a szép művészetivel, csináltak, nem a műcsarnokba, akkor sem, mert a szép művészeti megengedhetett magának, hogy csinálja egy nyugat-német kiállítást. Persze, mert ő külföldi művészeti foglalkozott. És akkor a kicsinyére bementek, és egyből Jalen Boyce-ot szúztuk ki, érted? És hihetetlen volt, hogy milyen jó az ízlésünk. De tényleg. Igen. És akkor ott láttuk már ezeket, de az nem a műcsarnokban volt, hanem a szép szemben vele. És mert így ismertük meg a nyugat-német művészetet. Te emlékszel arra, volt a műcsarnokban, hogy nagyon kisgyerek voltam, és nagyon-nagyon nem értettem, hogy mi ez az egész. De voltunk szüleimmel egy anyukámban, Abakanovics kiállításon. Marina Abakanovics, igen. És akkor ilyen... Ez a fotós csaj. Nem, ez egy szobrász. Ilyen sitezsákok voltak, igen. Kiventem, ilyen ülő formák, ilyen nagyon nehéz. Terjedelmes vegyes technikai szobrok, igen. Te láttad azt? Láttam, persze. És az jó volt? Nekem jó. Még nagyon fiatal. Persze volt. Eltűnt, mert én előtte még az ENSZ Múzeumban láttam a József Sajnát is, aki tulajdonképpen egy színház csináló ember volt, de a zsidó a holokausztról csinált olyan izét, rekvizitumokból kiállított dolgokat, amit én voltam Auschwitzben, Auschwitzben láttam a haláltábort, ahogy ott össze voltak a cipők, meg a táskák, meg minden dobával együtt, tudom én mit, mert József Sajna is, ő József Sajna is ilyen, hát ő kizorában volt, és ő megérte, és ettől nem a György Péternek volt, azt hiszem, egy ilyen saját magáról írt ilyen. Igen. Azt hiszem abba olvastam, hogy ez ugye megtörtént 45 világháború, lezárult, és 20 évig csönd volt erről. Igen. És valami... a 60-as években elkezdődött ez a nagy bocsánatkérés, igen. Ami a mai napig, ugye érzi, a mai napig, akkor... Tehát ez egyébként ismerált, a szabadtéri támadók csináltak. Krakóva, Váver. 18 éves fiú voltam, és láttam azokat a művészeket, akik kiállítottak ott. Fú, mondom, ez milyen jó. Modern képekkel. És aztán a Szentendrei templomtéren ezt én proponáltam, hogy ilyet kéne csinálni annak idején. Akkor a 8-ba kezdtük először, és akkor... Jó fejlettek voltak akkor a lengyelek. Igen, és aztán 10 évig ment, és mindenki hozhatta a képét, és kiállíthatta. Az 10 évig ment ez a szabad. Igen, egyébként. Ez is nagyon jó ott a sárkány fejjel, most látom. Minden év egyébként. Október első vasárnapján, amikor mindig jó idő volt. Tényleg? Sütött a nap. Ez amit március 15-e akkor. Én nem is tudom, hogy voltam, mert úgy március, volt, biztos voltam, de valahogy ez a március 15, az mindig ilyen napsütés, nem tudod én, hát az idén nem volt az. Hát igen, azt hiszem idén pont nem volt az, de... Hát az idén elég nem volt az.
rövid nadrágba, úttörő, gyakkendő, fehér ringen mentünk a Kossuth szoborhoz, Kecskeméten a... Ott kezdődött ez a színészi pályafutásod már. Igen, igen. Ez hol volt? Kecskeméten. Igen. És mert szavaló verset nyertem, nagyon jó Adi verseket szavaltam. Jól interpretáltam. Igen. És akkor színésznek is készültem sokáig. Apám a színházban dolgozott, és ez még... De ilyen cipőszként. Mert én minden cipőszként. Díszletes volt ő. Cipész volt, nem? Ja, Szabó. Na. Volt és keverem egy kicsit. Külön a színház. Aki átszatta ezeket. Hát a ruhát. Ő csinált a ruhát. Csinálmez tervező. Szabó Tár volt, ahol két női Szabó, két férfi Szabó, de apám volt a főszabász, állítólag nagyon profi volt is minden. A rokokó ruhától mindent ki tudott. Hát a jelmez tervező rajzai alapján meg tudott valósítani. Aztán nem, akkor még vettek anyagokat, megcsinálták a kosztümöket. Sőt, de a statisztáknak persze a jelmeztárban ott volt egy csomó ruha, és akkor ott mindig kiválasztották, hogy mik legyenek. Szóval ahhoz kellett érteni. Egy idő után üzletünk Kecskeméten a Szabósája és anyának egy ilyen divatáru boltja. 52-ben államosították, és akkor maszek lett, de állandóan jártak az adóellenőrök. Apámhoz egyébként Pestről is jártak valaki ruhákat. Mert nem sokan voltak, akik ilyet csináltak volna még akkoriban, nem? Hát akkor még voltak. Még voltak. Apámnak különben... Aztán utána megszűntek. Megszűntek. Hát figyelj, mert vannak ügyvédek, orvosok, jogászok, mérnökök, színészek, akiknek meg kell jelenni. Hát rendes öltöny, konfekció volt. Hát igen. Tudod, bementél egy állami áruházba, és megvettél a Vörös Október ruhagyártól egy öltöny, de az nem volt olyan jó. Kicsit a márkanevek voltak. Nekem öltönyöm Zakó, Vörös Október ruhagyára Zakó. Azért azok voltak a nagy brendek. A papa ott van, majd a mama is, de akkor még katona volt, hogy mondjam, ő 13 éves fiúként elkerült Hajdúdorogról Kecskemétre a nagybátyjához, a Vince Gyuri bácsihoz, akinek a felesége Lugosi Teréz volt, a nagynénénk, vagy a hábúnak a nagynéném, hogy mondjam, az ő nagynénye, és ott tanulta ki a Szabósághoz. És tudtak öltönyöket, téli kabátokat, kosztümöket, meg mindent varni, és apám megalapította ezt a Szabóságot segédekkel, és utána ezt elvették, mert államosították 52-ben, és akkor még otthon maszek volt, de mindig jöttek a jézék, és azt mondta, hogy nem érdekel, nagyon indulatos ember volt, színházba hívják, elmegy oda. De Galambos Erzsitől, Koncz Gáborig, akik ott voltak színészek, mindenki jött oda hozzánk próbálni, mert volt nekik ruhát, mert nem tudtak ők se volna vásárolni. Tehát akkor még volt textilipar, tehát apám az volt igény. Tudta, hogy textil kereskedők a jó barátságban volt, és mindig ő is vásárolt anyagokat, és ezt megmutatta egy kuncsasztot. Kuncsaszt azt mondta, azt, hát Gyuri bácsi, ebből a fiam nem tudok magának ruhát valami. Aha, figyelj, mert ez nem alkalmas arra, hogy ez ruha legyen. Ez biztos, hogy jó olcsón megkapta a textil. Neked ezek a ruhaképek, amik voltak igen. Régen is, meg most egy pár éve is csinálta, hogy ezek ott az a bazi nagy. Hogy az emiatt? Emiatt jött. Hát tényleg rá nekünk az előszobánk olyan volt, rovadaba, hatalmas nagy tükör, ami befordítható két oldal, és ott próbálta apám a kuncsasztok a ruhát. Nekem mindig fércet kellett szedni, először össze voltak fércelve a
és azt a fehér cérdát ki kellett szedni. Két próba volt, hogy hogy áll az emberen, ezt meg tudta nézni a tükörön, és akkor azt mondta, hogy... És ezt csak te csináltad, vagy a nővéred is? Hát, húgod. Is csinálták, persze, mindenkit. Mindenkit húgod? Két húgom van. Mind a kettő húgom. De mindegy, persze ők is. Elszállunk a boltba, az az innen, jó? Jó. És akkor annak mondta, hogy a papa, hogy egy kisfia, szedjétek már ki a fészet, hogy a húgomnak, hogy jönni. Hány éves voltál? 12-13. Hetedikes, nyolcadikos. De anyám is nagyon jó tudott vanni, bár ő kereskedő volt, ő neki volt a divatárú üzlete. De aztán ő azt mondta apám, hogy ő ne dolgozzon, nevelje a gyerekeket, mert el tudja tartani a családját úgy. Nem voltam óvodás, senki nem volt óvodás. Már Ági húgom az óvodás lett, mert az már 10 éve később született, és akkor már más volt az időszak. És akkor anyám visszament a centrum, nem, akkor még állami áruháznak hívták, és később egy centrum áruház. A férfi divatosztályon dolgozott abban. Abban a színházban, és akkor ő, amikor már majdnem nyugdíjas lett, akkor ő lehetett újra maszeknek lenni, és akkor ő visszamaszekosította magát. Tehát ez a kétes Y, ez ott van, apámnak mindig ki volt téve a házunk oldalára, hogy Rugosi György, Uriszabó férfi és női ruhákat vállalok. Ez volt a logója, kétes Y? Igen, igen. Csináltatott ilyen, mert egyébként anyaközben is furcsán vagyunk, mert van egyes Y-nal, egyes I-vel, de ő neki pont egy ilyen volt, mert ő minden öltönybe belevart Rugosi György szabómester. Címkészet. Hát az ilyen kézzel megcsinált horgolt, vagy mindszer dolgok voltak. De jó. És azt ő belevarta, mint ahogy bele volt a Vörös Október ruhanyár is volt. Vor. Igen. Konkurencia. És apám nem vállalt olcsón öltönyöket. Ő azt mondta, hogy meg kell fizetni. Ez sok kézi munka. És tényleg iszonyú sok vasalója volt. Egyébként egy varógép meg egy szabóasztal kell hozzá, de a utca végén lakott a Juhász bácsi, a nadrágokat már ő varta össze. Apám már mindig nekem kellett levinni, meg hazahozni a Juhász bácsitól, aki segédje volt annó, mert apám csak ezekkel foglalkozott, a nagyobb dolgokkal, mert azt mondta, hogy ezt szabó össze tudja varni. Ő nem. De neki olyan... És ez profi... meddig tartott ez az időszak? Nem, csak azt mondom, hogy ebből azért nagy átmenet, hát ő... az, hogy egy ilyen alternatív művész vagy, érted, hogy ezt... Hát ő mindig ezt csinálta, otthon lakott, aztán otthon dolgozott, aztán farmereket vart, mert utálta a farmereket, de mindenki ahhoz jött, amikor azt mindenki azt akart. Meg kellett élni. Na, hogy marom a farmereket a fiatal embereknek. Meg sapkákat volt. Na, de azok a régi farmerek, tudod, nekem azt mondták arról, hogy így leállítottad így a izére. Hát igen, és leálltak. Hát persze. Az olyan na jó, de magyarul néha lehetett kapni, és most láttam, és nekem is volt egy ilyen piros-fehér csíkos trapézgatyám. Apám nem akarta ezt nekem megvarni, kisfiam, ez bohócnak rág, mert apám konzervatív volt, de végülis megvarta nekem. És amikor így följöttem Pestre egy kekszkoncertre, hát nagyon menő voltál. Menő voltál a belvárosi srácok között, érted? Divatos. Komolyan, meg az ifi parkba. Igen, ez a keksz az amivel nem is akartak beengedni. Igen, annyira túl menő. Mert ez öltönnyakkendő kellett. Nem ja. De. De volt zakó, fehéring. És akkor föltettünk egy nyakkendőt, és akkor alatta volt egy ilyen izé. Isten levettét. Hát, figyelj, hogy hívták? Rajnák. Hát az egy nagyon komoly. Az ipipart pőlöke, ami tudod, ott van a
budai vár alatt. Ott a vár alatt, most csinálják. Nemzeti biztossá lett a izé. Igen. Valaki. És mi egyébként 83-ban még a bezárás előtt bizottságkoncert volt ott. Tehát ezt megérhettem. Tehát 10-re adtátok be. Hát majdnem. Hihetetlen volt. Én ott láttam kekszet, sakmattot, szikonort. Nem is hallottam ezekről a zenekarokról. Hát, a keksz az nagyon jó volt. A sakmat az Radics Béla együttese volt. Utána lett belőle a izé. A Taurus XT, amiben már Zorán is oda ment énekelni. Hát játszott a nem ismertem ezt. Hogy hívják? Balázs Fecó. Zoral. Jaj, nem az a másik. Demiér Rózsi. De a sakmatban a szegény Radics Béla, az mint Jimi Hendrix a fogával gitározott. Tehát azok nagyon komoly, jó zenét játszottak. Még a izé is csak ott hallgatózott a, hogy hívják azt az új gitáros gyereket, a Charlie-val szokott gitározni, Tátrai Tini. De ezek, én 47-es vagyok, ezek már kicsit 50-es, 52-es gyerekek voltak, tehát kicsit fiatalabbak, mint én. Öcsike is 50-es, de hát a Fecó is, mint kiderült, az is, vagy 51-es, 52-es. Tehát ő nagyon ő a Neotonba bekerült, ő aztán, és utána volt a, nekünk előzenekarunk volt, a Korál. Egy valami nagy koncerttel előzenekarunk. Ez igaz, már ilyen commerce izélet, nem? Sztár. Igen, de jó, azok ilyen nagyon dallamos rockot játszottak. Nagyon. Igen. Már szinte diszkónak mondható. Igen. De, fú, de mi nem, és akkor... Bizottság de hát mi meg a Beáci Csirek voltunk előzenekarai. Jó, hát ez összeillik azért a kettő. Meg a Vágtázó Halott Kémek. Mi egy durvább csapat voltunk, de a, mert a E-klubban, meg a mi egyetemnek a klubjaiban játszottunk a 80-as években, de a kertészetén, meg a közgázon, Becsinyibbe volt a pincébe. Én egyébként nem tudtam Eddára, hogy megnéztem az Eddát, hát nekem annyira nem jött be. Mert prosztónak tartottam. Kohórok. Mi? Kohórok. Igen. Nagyon érdekes, az jutott eszembe, Új Csuzsit ismered? Csókolom együttes. És ez volt kiállítva a 80-as években a Liget Galériában, mert Márnagy Tibi. Új Zsuzsi egyébként Forgács Péternek asszisztense volt a Balázs Béla stúdióban. És mi akkor csináltuk a Jégkrémbalettet, bejártunk oda, meg én még csináltam. Új Zsuzsi mindig ott dolgozott. Új Zsuzsi egy nagyon szerény kis csajnak tűnt, úgy öltözködött, mint Szilágyi Lenke. És most Oltai Kata, nekem nem volt revelatív az a kiállítás, de most Oltai Kata nagyon megcsinálta. Igen. Kis Olti Zsoltól kaptam ezt a könyvet, kiadták, kivitték. Egy egész csapat kiment velük Várnagy Tibiéktől kezdve. Érted? Most ő egy magyar, egy világhírű Magyarországon. Igen. De egyébként, mint zenész, mint énekes, aztán később a Csókolom együttessel, nem tudom, hogy mennyire hallgattad, kurva jó volt a Új Zsuzsi. Igen. A Spenóttal. Pózzolival. Megyek, pisálni mész? Most nem, megnézünk, és két koncert lehetőség. De akkor nekünk semmink nem volt, nem voltunk zenészek, tehát le kellett tenni egy ori vizsgát, és így kaptunk engedélyt a Interkoncertről, amiknek le kellett adni pénzt a gázsinkból. Hát, nagyon komplikált volt. Nem is tud, régen csak úgy léphettél föl azon a pár színpadon, hogy ori vizsgát. De nem tudom, mi ez az ori vizsgé, nem is hallottam. Országos rendező iroda, akik szerveztek mindenféle haknikat, Kós Jánosnak, Araczki Lászlónak, Kovács Katinak, és ilyeneknek.
leültél. Jó, persze, Illés együttes is benne volt, meg a metró, meg egy csomó ilyen dolog. Leültél egy bizottság elé, és azok... Igen. Eldöntötték, azok hogy énekes lehetsz-e, vagy nem. És nekünk már megjelent a lemezünk. Akkor. Igen, és azt mondták az Olisok, hogy hát... Fiúk, nem ez kéne. Ez csak nagyon sajnos, hogy is mondjam, vékonyan tudjuk megadni. Aha. Nem fogadjuk el. Igen. Nem, elfogadták végül is, megadták. Megadták, mert a Wilperttel a Vahorn jóba volt. Wilpert volt a start kiadó a Hungarotonnál, és hát az benne voltak a dolgokba, és aztán és akkor utána tudtunk turnézni, mert na most egy más dolog, a turnézás az nagyon szar. Hát én azért váltam ki a bizottságról, nem bírtam folyamatosan mixot. Kényelmetlen vagy miért? Hát, ja, kényelmetlen. Elmész, oda mész hangpróba. Beálltatok, iszol. Fűvezel. Nem muszáj semmit, nem tartanak pisztolyt a fejet. Ott muszáj sem. Muszáj. Muszáj. Ja. Nem lehet rám kibírni. Uh-huh. Eszel valami, föllépés, sikerült, jó. Bejön. Isztok. Megint. Igen, meg kell ünnepelés. Nem sikerült. De figyelj, de olyan hűtőszekrények teli voltak borral, sörrel, meg kajával, meg minden. Az öltözőben. Jaj, hát igen, adnak eleve az zenekarnak. Ott azért adta az és akkor... Ja, kényelmetlen. Csajozni kéne. Faszom tudja, mit kéne. Mindent. Reggelig buliztunk. Vagy kinek hogy jött össze. Igen. Lehet egy ilyen afterparty. Aztán a mikrobuszban alvás. Aztán tovább mész, mész megint egy másik. Németországban sokat turnéztunk, nagyon nagy ország. Beszívanak egy, vagy városok, ja. Utazók. Igen, amikor... a buszon. Hát ma már nem ilyen. 1000 km kellett újra utaznunk, meg mit tudom, de úgy ilyen volt szervezett, tök mindegy. Hulla fáradt vagy. Azt se tudod már, hogy hol vagy különben. Persze. És akkor leadsz egy koncertet, és akkor azt mondod, hogy ez nem tetszett, én ilyen szar vagyok. Nem, nem jó ez. Hát én abból hagyom. De nem tudsz mindig jó lenni. Nem is tudod magadat sem érzelni. Az nagyon szünetekkel lennének, nem ilyen egy igen, 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 igen. Persze. Igen. Mert nem tudod magadat trenírozni vagy olyan jól, hogy figyelj, most én csak eddig iszom, hogy tök jó előjönni. Igen. Figyelj, Laca. Túllépsz, vagy érted? Bejelöltelek a Facebookon, és vissza se jelöltél. Jaj, Laca. Én elfoglalkozom Facebookon már ezer éve. Jaj. Olyan rosszul esik a Kozinak, látod? Az mindig ezen örülök, a Sárinak minden beszélek. Arról, te ezt látod, amikor én csináltam neked de egy én ilyen... én csak egyszer foglalkoztam a Facebookkal, és akkor... Felregisztráltam. Addig, és azóta meg mindenki ismerős nekéről. Én aztán... Nem nagyon foglalkozom. Zozi szokta nekem mutatni a dolgokat. Nem foglalkozom. Apa őt ismered, nem. Nem tudok. Figyelj, én e-mailezek. Telefonálsz. De azt látod a YouTube-on, amit csináltam neked egy ilyen kis filmet? Telefonálok. Látod, hogy nem volt telefonom? Hogy nem volt telefonom? Hát, hogy nem hívtak. Ja, igen, 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 igen. Figyelj, néha hívnak. Most se jött még e-mailem. De már Bőti Baláskával két levelet változtattunk ma reggel, mert Riekában volt, onnan küldött, vagy illetve arra a kiállításra küldöttek el minket, amit kiállítottak. Megírtam, válaszolt, most nem tudom, lehet, hogy én nekem kell választottak, mindegy, mert arra gondoltam, hogy azt mondta Kisonti Zsolt, hogy kap egy újsúra könyvet, hogyha ír róla. De azt írta, hogy most nem tud ő róla. Kemény feltételek. Nem mindegy. Hát ő szerintem szereti az új Zsuzsit. Hát az Exinzesszel tudna írni róla. Persze. De most jön a Paksi Ender Lehel kedden vagy szerdán, fölhívott Tóth Gábor, Barna Mama, Jóvár Attila, Galériás, vagy Orbán Attila, Bognár Attila, a Neon Galériás ki, a Tóth Árpi, igen,
Ungár Ági, azt tudod ki, oldás volt. Badával nagyon jó volt, de egy piás csaj lett belőle, szegény, nem tudom mi van bele, mert most állított ki a Vajdán. Én voltam benne, Szirtes Jancsika, mert a Várfogban vettük fel ezt az interjút, és egy pszichodrámának írta meg, ja, Ősi Laci, igen, és még talán Szombati Bálint és Máriás Béci. És ezekből az interjúból összeállított egy színdarabot felvonásokban. És kurva jó volt, és azt írta nekem, hogy Laca nem tudom megjelentetni a könyvet, mert ketten nem akarják adni hozzá a nevüket. De álneveken voltunk megnevezve, én voltam a Remete, nem tudom milyen galéria, szóval itt tudom én. És kurva jó volt különben a könyv, elolvastam. Csak már nincs a gépemen, mert összeomlott a Linux Ubuntu-n, és most az a csávó, tehát most nekem is két könyve eltűnt a izémről. Egyik. Lesz, és a Schwarzeneggernek megállnak a lovaskocsival, figyelj. Nem állnak meg, mert papírmosé alatta van. Ja, és túlélte! Ez olyan, mint egy ilyen kengyelfutó gyalogkocsi. Olyan! Na, ott a lovaskocsin, az a Schwarzi a csajával, de mutassatok már közben, hogy ne ég. Na, igen, igaz. És mi ez a csaj? Gyönyörű szőke nő. A csaj meg Sophia Loren. Ez biztos, hogy nem. Hú, de milyen helyes a Schwarzi. Ebből mondja. Ja, de gyönyörű vers. Bonjo. Nem szokott ilyeneket nekem. Ez illusztratív egy kicsit valahogy, igen. De mindegy. Nekem meg azt tetszik, hogy meggyújtja a szigit. Igen. Ez. Ez hát a, akkor még azt az új vadőrhet. De itt vannak ám nagyon jók. Igen. Mindegy. Én szeretem ebbe azt, hogy ez olyan rajzos, ez ilyen, én szeretem tudod az ilyeneket, de én biztos, hogy ilyesmit én ezt szeretném inkább, tehát. Ezek már újjal. Hát újjázi Pétert meg engem is. Ez az enyém. Ez a nagyon jó. Hát figyelj, és akkor mutatom neked még izékből, ezek a sokszor egymás mellett vannak. Persze a te világod. Ez az enyém, ez az ember rész. Ez a két ember, mind a kettő. Igen, az egy kicsit gólyás nekem, de Francisco gólyás, de bejön. Ja. Csak nem ilyen van.